Sziasztok, ez a Anime Duma Party, én Iskariótes vagyok, most meghívott vendégeink az Dukorócsán, aki rendszeres részvevője a Comic-Con, a Fantasy Expo kerek beszélgetéseinek, anime beszélgetésének, illetve Saci, aki az Animelógia YouTube csatorna vezetője és kitalálója. Én meg, mert ahogy mondtam, Iskariótes vagyok, aki vezeti ezeket a műsorokat, a Duma Partit, Comic-Conon, illetve a Animagazinnak a cikkírója. A mai nap az anime és motivációkról fogunk beszélgetni, hogy az anime az milyen hogyan tud ránk hatni motivációs téren. Az lenne az első kérdésem, hogy benneteket mi motiválta arra, hogy elkezdjetek egy animét nézni? Esetleg egy külső baráti nyomás, vagy valami más esetleg? Működik? Hát nekem az egész úgy kezdődött, hogy ugye gyerekkoromban én is abba a korosztályba tartozom, hogy ment a tévében a Sailor Moon Dragon Ball. Én a Sailor Moon-t nagyon szerettem, és valamiért a főiskola alatt eszembe jutott, hogy hú, de jó lenne újra megnézni. És igazából így indult az egész, hogy elkezdtem utána kutatni, találtam egy oldalt, ahol fenn volt, és ott voltak fenn más animék is, és gondoltam, akkor belenézek, hogy azok milyenek, és hát nagyon megtetszett. És igazából így, tehát, hogy ilyen úgymond gyerekkori emlékek felidézése kapcsán kerültem bele ebbe az egészbe. Gyerekkori szerelem. Igen. Igen, nekem is kb. A gyerekkorból indult, ugye az első nem tudatos animém, az nekem is a Sailor Moon volt. Ugye az újság is, meg minden, ami úgy ott a kultot adta abba az időbe. Utána pedig az első tudatos animémet az egyik szomszéd kislány ajánlotta, méghozzá az Inuyashát, ami ment akkoriban ugye az RTL klubon, még akkor RTL klub volt, igen, szóval hogy ott a tévébe ment, akkor kezdtem el ezzel úgy kicsit jobban megismerkedni, illetve annó volt még egy animés újság még a Mondó előtt, amiben pedig Anime Stars, igen, és ott kezdtem úgy igazán a Death Note-tal például, ott elolvastam, akkor ment éppen Japánban, és úgy abba így belecsöppentem, és onnantól kezdve beszívott az egész, úgy. Egyébként valaki emlékszik még az Anime Stars magazinra? Jó, hát ez oké, velem együtt. Respect! Köszönjük, jó. És amikor megnéztetek egy sorozatot, véget ért, mondjuk az a 12-24 rész, már általában ugye annyi, éreztetek azt, hogy más feldolgozást is szeretnétek látni abból az adott műnek, hogy például ugye volt régen a Monte Cristo grófja, annak van egy anime feldolgozása, de hát ugye annak rengeteg más feldolgozása van a nyugati világban, ott van maga az eredeti francia regény is, szóval, hogy van-e esetleg ilyen történet? Hát így az, hogy így a Japánból nyugati feldolgozás, az engem annyira nem vonz, így nem nagyon volt ilyen. Inkább, amit tudnék konkrétan kiemelni, ott a Tokyo Ghoul volt az, ahol megnéztem az animét, és ahogy nem állt össze a történet, mert hát nem jól adaptálták. És elolvastam utána a mangát, és akkor lett egy kerek egész, úgymond. Tehát, hogy itt az anime rávitte arra, hogy ezt elolvasom. Nem vagyok egy nagy manga olvasó egyébként. Ezt elolvastam, illetve a Tokyo Revengers volt az, ahol meg azért olvastam el a mangát, mert folyamat jöttek szembe a spoilerek az interneten, és úgy voltam vele, hogy jó, akkor inkább elolvasom a történetet rendesen, és spoilerezem úgymond magamnak, mint hogy ilyen spoiler cseppeket kapjak. Te is inkább spoilerező leszel. Nem. Úgyhogy ez a kettő mű volt, ahol elolvastam a mangát, tehát hogy itt tovább mentem az animénél. Van jelenleg is a fejemben egy-két anime, amit jó lenne elolvasni a mangát, mert hogy ugye nem jött ki hozzájuk új évad, és nagyon kíváncsi vagyok a sztorira, mert úgy ért véget például a Shadow House második évada is. Az is nagyon érdekel, illetve nemrég futott a The Witch and the Beast sorozat, ott is nagyon érdekel, hogy megy tovább a sztori. De most konkrétan ezeket tudtam így mondani, ahol tovább mentem. Saci, nálad?
nálam vannak amúgy ilyen nyugati irányú kicsi érdeklődések is, mert nagyon, nagyon érdekelt mindig, hogy a nyugatiasabb vidék hogyan dolgozza fel az animéket, vagy akár egy sorozatot, akár egy filmet, tehát hogy a Ghost in the Shell, a Battle Angel, tehát hogy ezeket mind-mind azért megnéztem, direkt azért, az motivált az egészben, hogy ugye láttam az animét, ismertem az animét, sőt, ugye a többségük elég kult anime, tehát hogy mindenképpen szeretem az ilyen feldolgozásokat megnézni. Nem mindig értek velük egyet, nem mindig tetszenek. Például a Death Note-ra visszatérve, ott is volt, azt hiszem, egy Netflixes adaptáció, azt is csak azért néztem meg, mert ugye nagy kedvenc anime volt, ugye, ahogy említettem, hogy a legeslegelejétől kezdve foglalkoztam vele, szóval ott is megnéztem, az mondjuk borzalmas volt, szóval azért vannak igen nagy mellényúlások a nyugati világban szerintem így a feldolgozások, adaptációk terén. De keletben is mentem tovább, tehát hogy például Death Note-nak volt egy musicalre, arra is amennyit az internet engedett, azért bele-bele pillantottam, vagy ugye a Nanát, a Nana anime, nem tudom még, hogy régieknek ismerős, szóval hogy azt is azért kezdtem én is a mangába bele, hogy ott folytassam a történetet, mert az anime nem fette le a történetet magát, illetve hát ugye a remake-ek is, amiket visszatérve az Inuyashához, amit említettem, ott is ugye most jött ki nemrég, hát nemrég az elmúlt nem tudom hány éve valamikor egy új folytatás, úgymond, meg előtte is ugye a Final Act, úgyhogy így mindenképpen próbálok így nyugatfele is, keletfele is más adaptációkat is megnézni ezekből. Nekem az első, amivel tovább haladtam, az az Inuyasha volt, mert ugye azt félbevágták, de nem volt jó a nézettsége, és akkor a mangát voltam kénytelen olvasni, és hát az egy egész ember próbáló feladat volt, mert Rumiko többször megígérte, hogy vége lesz a sorozatnak, de nem mindig folytatta. Aztán egyszer tényleg véget ért maga a sorozat. És én is szeretek olyan dolgokat megnézni, amiket nyugati popkultúrában jelen vannak, és valahogy készül belőle, gondolom a pénzért készül belőle egy anime feldolgozás, mint a Csillagok háborújának a Vision része, idén ősszel ugye jön magyarul is a Star Wars mangák, vagy éppen van Star Trek manga is, szerűség, globál manga inkább. Szóval az ilyeneket így szeretek olvasni. És van esetleg olyan univerzum, amit ti 100%-osan kimaxoltatok? Szóval az összes ova, összes ona, összes sorozat, összes manga, összes novel, vagy amit úgy gondoltok, hogy az helyen közel ott, nagyon magasan ott vagytok, hogy mindent megnéztetek belőle, elolvastatok belőle. Hát nekem annyira nincs amúgy, valami hiányosságom minden téren volt, főleg mert általában ezekre inkább ezek a Neverending Story-k jellemzőbbek inkább, bár mostanában inkább ezeket szerintem lekaszabolják évadokra, tehát hogy inkább több évad van, mint egy ilyen egybefüggő sztori, de mindenhol van szerintem, bár azért a szintén visszatudnék kanyarodni a Death Note-hoz, annál azért kevés minden maradt ki. Tehát, hogy ott a japán nyelvű mangától kezdve, ugye, mint említettem, a musicalen át, az a nyugati filmig, ott azért majdnem mindent kiixeltem szerintem. Úgyhogy várom, hogy mit hoznak elő, mert mostanában ugye nagyon szeretnek újra dolgozni, meg újra felvetni dolgokat, meg folytatni dolgokat, meg újra gondolni dolgokat, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ebben a tekintetben is lesz-e még valami. Hát, amit kimaxoltam, olyan nekem sincs ugye abból adódóan, hogy mangákat nem nagyon olvasok, ezért nekem manga hiányosságaim vannak. Animékből ott szeretem teljesíteni, tehát például a Hunter x Hunterből az összes animét, ovát, mindent láttam, amit kiadtak, tehát hogy az megvan. De konkrétan olyat, ahol tényleg minden megvan, olyat nem tudnék kiemelni. Nekem egyetlen egy ilyen franchise van, ahol mindent kimaxoltam. Itt pont itt láttam itt a Avatar cosplayereket,
az a Avatar, az utolsó léghajlító és a Korra legendája, ahol az ugye az összes sorozat, összes képregény, összes regény 2009-ben megint tudjuk, nem készült belőle élőszereplős feldolgozás. És tovább haladva, az animék és a mangák mire motiválnak benneteket, vagy hogy kaptatok belőlük motivációt? Például, amikor régen még volt olyan, hogy Animax, és annak volt egy fóruma, akkor általában augusztus végén, szeptember elején ilyen a néptömegek elkezdték írni, hogy vetítsétek le a Kaleidó Sztárt, mert az annyira motiváló, hogy jön az iskola kezdés, és ez szóra története az mindig inspirációt az embernek, hogy elkezdje az is sulit. Szóval, hogy van esetleg nektek ilyen, volt, van, azt nem kezdem, hogy lesz-e. Hát a Sailor Moon neve az többször is fel fog jönni így a műsor során. Nekem a legelső ilyen élményem az általános iskolában volt, ahhoz köthető, ahol is beöltöztem holtündérnek. Tehát, hogy a cosplay ott kezdődött. Utána, hát cosplayeztem jó sokáig, tehát jó pár évig. Ezt most már nem űzöm. Egyébként elég sok tevékenységre sarkaltak az animék. AMV-ket is készítettem, fanszabban is részt vettem, illetve évekig volt egy Sailor Moon-os géportálos oldalam, amit vezettem, úgyhogy ez is volt. Írtam ismertetőket is, Animadictra, és hát mai napig, ez viszont mai napig aktív, hogy nagy figura és merchandise gyűjtő vagyok, úgyhogy talán mondhatjuk, hogy ez az egyetlen ilyen aktív tevékenység, ami így fennmaradt. 2000-es évek második felében Sailor Moon-os géportált alapítottál. Ez nagyon egyedi történet, azt hiszem. Saci, nálad? Nekem most a géportál ütötte meg egy kicsit a fülemet olyan tekintetben, hogy azért megkérdezném a közönséget, hogy tegye föl a kezét az, aki tudja még, mi az a géportál. Na, jól van azért. Akkor még nem öregedtünk ki annyira, úgy érzem. És kinek volt MySpace oldala? Kövessem. Jó, oké. Igen. Hát én a cosplay tekintetében odáig jutottam, hogy a Death Note-ból szintén egy Misza jelmezig, egy nagyon alapszintig, az rájöttem, hogy nem az én világom, ahhoz egy kicsit professzionálisabbnak kell lenni szerintem, hogyha az ember maga csinálja, ugye, és nem csak úgy megveszi, szóval az elég költséges és időigényes hobbi, úgyhogy én azt úgy nem éreztem utána magaménak. Viszont a YouTube világát igen, és azért is kezdtem bele az Animológia YouTube csatornába, mert megmotiváltak így az animék, illetve az animék kapcsán Japán, és erről kezdtem el YouTube-on videókat gyártani, hogy minél jobban beleássam magam így az animék világába, a különlegességeibe, hogy megismerjem őket, hogy megismertessem akár a kedvenceimet, vagy a legújabbakat így az emberekkel, illetve hogy Japán is nyilván egy nagy szerelem lett így az animék kapcsán, mert először az animéket ismertem meg, és utána nyilván a mangákat, live actionöket, illetve magát Japánt és a japán kultúrát, és szerettem volna erről minél többet tudni, és ezt a tudást úgymond érdekességeket átadni, hogyha így olyanoknak, akik szintén érdeklődnek ezek iránt. AMV-ket szintén én is, ilyen nagyon gagyer szinten, azért csináltam még a géportálos oldalamra, oda egyébként gif-eket is gyártottam, animés gif-eket, a jó gyerekkorom volt. Sokat ültem a gép előtt, de főleg ugye az anime, vagyis a YouTube csatorna volt az animék miatt, illetve a animagazinba cikkeket írogattam, szintén japán témába főleg, illetve hát ugye az események. A Fantasy Expo-n sokszor szoktam szintén, hát főleg animés témába előadást tartani, vagy beszélni róluk, mert nagyon nagy hatással voltak rám és az életemre, illetve amúgy a Kaleidó Sztár tényleg amúgy nagyon elgondolkodtató, hogy sok anime van, ami nem feltétlenül egy adott
tevékenységre motivál, hogy most legyél akrobata, hanem tényleg az, hogy maga azt a kitartás motivációt közli, és ezáltal egy más dologra tud inspirálni, mint a suli kezdésre. Úgyhogy igen, nagy motivációt adhatnak az animék akármire is. Tehát maga a kitartás, vagy például a Dr. Stone, ezt nem tudom, ismeritek-e, ott is a tudomány, amire úgy jobban rávezet, és ott is elkezdtem ilyen tudományos dolgok után nézni akkoriban jobban, és én sok mindennek utána néztem, olvastam bizonyos animék kapcsán. Mondjuk a Tokyo Ghoul nem az, az emberevés utána nem jött be. Azt skippeltem. Abszolút. Engem is ugye leginkább a cikkírás az Anime magazinban, ami tudott engem motiválni. Én abból találtam meg azt, mondjuk azt, hogy a talentumomat, amire így tudom a plusz energiáimat fordítani, vagy ugye egy ideig az Aoi animének a hírt részlegét, mondjuk azt, hogy eketeltem, vezettem, szerkesztettem, meg volt, hogy írtam fanfictiont is, szóval egyéb ilyen tevékenységek. És mitől függ, hogy mi motivál benneteket? Egy jó történet, egy karakter, egy jelenet. Engem megmondom, engem általában a legjobban tud motiválni az a sulis klubokban játszódó történetek. Szóval az ember úgy mindig belegondol, hogy asszus, de jó lenne ott lenni abban a klubban, és azt a tevékenységet, ami aztán bármi lehet, hogy éppen főzőklub, vagy éppen azt játsszák, hogy földön ülnek, és versidézeteket próbálnak memorizálni, és a helyes sorrendbe felfordítani. Szóval azt az ember nem gondolná, hogy a Karutáról lehet készíteni egy több kötetes, több éven átfutó mangát, de igen, lehet. Szóval, hogy általában engem ez szokott meg, ha van valami, akkor ez. És kipróbáltál már valamit ezekből a csoport tevékenységekből? Nem vagyok középiskolás klubtag. Csak fejben. Abszolút, abszolút. De szerintem a legtöbb ember az leginkább a, nem tudom, például a Haruiban látható klub. Szóval, hogy nincsen különösebb célunk, csak úgy együtt vagyunk egy klubszobában egy nagyon karizmatikus istennővel. Szóval, hogy az... Azt szerintem sokan ki tudnák próbálni. Hát engem úgy mondanám, hogy az motivál egyrészt, ami elérhető. Tehát, hogy nyilván egy olyan tevékenység, amit tudom, hogy el tudok mondjuk végezni, vagy ki tudom próbálni. Tehát, hogy nyilván nem tudom, nem fogok olyat csinálni, ami nem akarsz mehát vezetni? Kipróbálnám, de miért tedd, most hol találok egy mehát, amiben csak úgy beleülhetek és kipróbálhatom. Tehát egyébként erre tudod, melyik jó nagyon példa? A Girls und Panzer. Hát az nekem nagyon tetszett, és ugye abba a tankokkal össze-vissza driftelnek, meg mennek, meg minden. És egyébként eszembe jutott, hogy de jó lenne beleülni egy tankba és kipróbálni. Nyilván nem olyan, mint ott, tehát hogy ez itt nagy túlzások vannak benne. De ha járnék egy olyan helyen, ahol bele lehet ülni egy tankba, akkor nagyon szívesen beleülnék, mert ezen anime kapcsán ez így felmerült bennem, hogy én ezt kipróbálnám, hogy hogy kell ezt vezetni. És hogy kell mondjuk közbe teázni, ahogy az angolok teszik a Girls und Panzerbe. Teázás és tankvezetés. Teázás és tankozás, persze. Igen. De alapvetően tehát inkább azt mondanám, hogy a tevékenység az, ami... Tehát, hogy kell, hogy jó legyen az anime, tetszen, élvezem, de kell, hogy olyan tevékenység lehet, ami elvégezhető, és nem áll tőlem annyira messze, hogy ki se akarom próbálni. Férfi szinkronúszásról szóló anime, az hát, így kilő, kiesett. Igen, az most úgy annyira nem menne szerintem ebbe az életbe. Szinkron miatt. Nekem nagyon sokat gondolkoztam ezen, de inkább úgy unblock az egész animének a hangulata, talán egy kicsit inkább maga a karakterek, akik meg tudnak motiválni, hogy őket hogy építik fel, honnan kezdték, hova tartanak, mit akarnak elérni, de úgy az egésznek inkább a hangulata, tehát a mettől meddig tart, ami úgy jobban motivál, nem feltétlenül az, hogy mit csinálnak, mert tehát, hogy
egy jurukempes kempingezés az valahogy jobban feldob, mint a röplabda, pedig szeretek röplabdázni, de egy jurukemp valahogy a lájtossága ellenére jobban felcsigáz, mint egy haiku, amiben meg a tesztoszteron túltengés pörög, de itt tényleg ez a honnan, hova és milyen hangulat van éppen, meg abúgy, hogy milyen életszakaszban van, szerintem az ember az is nagyban befolyásolja, hogy mi motiválja éppen, milyen típusú anime tudja megmozgatni. Egyrészt nagyon boldog vagyok, hogy egyikük sem mondta a Tokyo Ghoult, hogy motivált, hogy emberhúst egyetek. A másik rész meg, hogy ki nem gondolta azt, hogy a Jurukemp kapcsán, hogy de szeretnék elmenni táborozni, szóval Jurukempe és táborozás. Jó, közönség részéről senkit, egy embert motivált arra, hogy elmenjen táborozni, ő a hős. Oké, remek. Köszönjük. Akkor szervezünk egy túrát. Megyünk a Fujihoz, holnap indulunk. Hát nálunk esetleg max a kékes. És addig lehet észrevenni a különbséget. És volt esetleg olyan dolog, ami elkezdtetek, hogy jó, én ezt nagyon ki akarom próbálni, nagyon akarok tankot vezetni, aztán de rájöttetek, hogy hát ez nem nekem való, vagy nem azt az élményt kaptam, mint amit vártam, vagy nem úgy sült el, elmentem valahova, de rossz volt a közeg, és inkább kimentem belőle. Én nagyon szeretem a kajás, a főzős animéket, volt is egy sorozat, de borzalmas vagyok a nevekből, úgyhogy meg nem mondom, hogy melyik volt már, mert 1000 volt, és azok mindig annyira lenyűgöznek, olyan jól néznek ki, néztem is utána a videókat, ilyen reels-eket, TikTok, nem tudom, minden, hogy hú, és akkor hogy az animébe és a valóságba, és akkor volt, amit kipróbáltam, de annyira nem, az nagyon nem, az nagyon zsákutca volt. Én megmaradok a jó magyar kajáknál, meg a sushit meg majd az étterembe, meg az ilyen japán kajákat, inkább más csinálja meg, szívesen megeszem, de rájuk hagyom a profikra, meg az animésekre. Igen, a kaják az nekem is olyan, hogy volt, amit kipróbáltam, például a curry az bejött, de alapvetően itt ezzel a japán főzéssel az a gond, hogy az alapanyagokat nehéz beszerezni. Tehát, hogy lehet, hogy fel is lelkesülök, hogy hú, én ezt most tökre kipróbálnám, és akkor elkezdem nézni, hogy milyen alapanyag kell hozzá, és így na jó, akkor hagyjuk, mert már a 15-et nézem, és fogalmam sincs, honnan szerezzem be. Tehát, hogy ez egy olyan tevékenység, amit mondjuk szívesen főznék ilyen japán ételeket, csak hát be kéne szerezni, meg drága is. Meg azért biztos megvan ezeknek a technikája, tehát hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, mint ahogy az animékbe kinéz, hogy csak úgy bemegyünk a konyhába, gyors összeüptünk valamit, aztán kész. Igen, az animékben vannak ezek a nagyon leegyszerűsített sémák, hogy ott reggel föl kell a főhős, és 20 perc alatt összedob egy ebédet magának, és ez pikpak megvan, szóval az ilyen. De hát ugye az animékben azt tudjuk nagyon, hogy 14 évesen hadseregeket, eldöntő gépeket bíznak rájuk, teljesen logikusan. Nekem például a rajzolás volt olyan, amit kipróbáltam, de nem, szóval én körzővel is csak egyenes vonalat tudok rajzolni, és akkor ezt így abba hagytam. Volt olyan tevékenység, amit elkezdtél, de sajnálod, hogy nem tudtad folytatni, azért, mert nem, nincs rá időd, vagy technikai akadályokba ütköztél. Igen, a AMV készítést sajnálom, hogy így abba hagytam. Az a baj, hogy most már nagyon mindent előről kéne kezdeni, illetve annó sem voltam azért olyan magas szinten, de lehetett volna azt fejleszteni nyilván. De hát ez rengeteg idő kell. Tehát az meg már úgy annyira nincs. Tehát, hogy nem akarok ennyi időt szánni arra, hogy AMV-ket csináljak. Alapból ugye inkább csak a saját szórakoztatásomra csináltam régebben is, de azt egy picit sajnálom egyébként, mert azért jó a mai napig visszanézni azokat, amiket csináltam, hogy így némelyiken elámulok, hogy azt ezt én csináltam, és úristen, hát hogy tudtam én ezt megcsinálni? Hú, de gáz! Igen, tehát hogy ez egy olyan tevékenység. De nekem amúgy a YouTube, ugye, ami a legkiemelkedőbb, ami most pár éve szünetel, ez az, ami most így kicsit áll, de nagyon szeretném újra feleleveníteni, mert próbálok folyamatosan azért benne lenni a kultúrába, és ezt úgy nem tudja az ember elengedni szerintem. Úgyhogy az, ami most
kicsit szünetel, de én mindenképp szeretném, hogy azt, hát ugye az élet, ami egy kicsit úgy, az most leállította, de szeretném újra aktívan folytatni és csinálni, mert hát tényleg nem lehet elengedni se az animék világát, se a japán világot, meg a mangák, tehát hogy az egész kultúrát. Én a magam részéről azt sajnálom, hogy nem tudok már olyan aktívan híreket írni a AOI oldalára, mint ahogyan a fénykorom arany éveiben tudtam megtenni. De hát persze arra szokták azt mondani, hogy mindig arra van az embernek ideje, amire akarja, kivéve amikor nem. Ezt minden egyetemista tudja, hogy vizsgai időszakban ugye lehetetlen mennyiséget is képes megtanulni. És volt-e olyan, ami mi fog meg benneteket egy animében? A jellemük, vagy mert amúgy is érdekel a téma benneteket, szóval, hogy van-e esetleg olyan, ami az anime adja a kezdőlöketet, ami úgy amit már akartatok már korábban is csinálni esetleg? Vagy látok egy sorozatot mondjuk a manga készítésről, és azt mondjátok, hogy hát mindig is érdekelt a rajzolás, mindig is érdekelt volna, hogy hogyan kell mondjuk egy manga oldalt felépíteni, de most itt volt egy sorozat, ami kvázi ilyen tutoriálként felkészít benneteket az adott tevékenységre. Igen, amúgy kezdtem el azért animéket, mert hogy az adott téma érdekel, tehát most a Jurukebben tudok például így legegyszerűbben visszacsatolni, hogy az is, hogy ugye érdekel a természet, az erdőjárás, a kempingezés, és akkor nyilván tök jó volt, hogy van egy ilyen anime, ami nem egy réteg anime, meg nem egy tipikus anime, és pont egy olyan témáról szól, amit szeretek. Nagyon sok. Hát meg ugye a emberevés is érdekelt nagyon, úgyhogy a Tokyo Ghoul az ugye mindenképp. Nem. Hát ugye engem amit mondtál is, manga készítés, anime készítés, például ugye a Shirobako, Bakuman, ezek mind olyan animék voltak, amit a téma miatt kezdtem el, mert érdekel ez a téma, és ugye hát ha animében nézhetem meg ezt a témát, az meg egy plusz extra, mert ugye amúgy is nézek animéket. Alapvetően ezek azok a témák, amik így tényleg azért választottam ki, hogy akkor ezt most megnézem. Általában engem az szokott motiválni, hogy belefér-e abba a nagyon sötét, depressziós vonalba, amit követek, szóval ez a Technolizer, GoProxy, Lane trióba bele tud-e férni, és akkor, hogyha mondjuk igen, mint a Pszichopass, akkor el van kezdve a sorozat, és illetve a hozzá kapcsolódó univerzumok fel. Igen? Valamikor amúgy volt olyan időszakom, amikor kifejezetten az motivált egy anime elkezdésébe, hogy néz ki. Tehát a grafikák, például a Shinkai Makoto filmek, azok egyértelműen volt ott egy csomó, amit azért kezdtem el nézni, mert hogy annyira gyönyörű és annyira szép, nyilván utána kiderült, hogy maga a történet is nagyon kultikus. Igen, egyébként ehhez én általában borítókép alapján választok. Igen. Tehát, hogy se olvasom, miről szól, nem érdekel. Azért a műfajra néha rápillantok, nem mindig. De borítókép jól néz ki, akkor varási, hogy megnézem, bár azért most már tudatosabban választok, és megnézem azt, hogy hány ponton áll, bár azért sokszor csalok. Tehát, hogy azért igen, a magas ponton álló animék nem mindig tetszenek, ami ilyen 6 ponton áll, az meg nekem tetszik. Tehát, hogy ugye ez is mindenkinek a saját ízlése, hogy kinek mi tetszik, de igen, a borítókép az el tud vinni egyébként, hogy megnézzek valamit. Igen, sajnos szerintem ez bennünk van genetikailag, hogy nézd meg a borítót, de amúgy ne ítéljél első látásra. Nem tudom, nekem akkor azon a borítóképen, hogy 12 egyforma fiú van rajta, és akkor, hogy valamilyen popágydolos valami, akkor az számomra az úgy jelenik meg, hogy
azt nem nézzük. Ez olyan szürke képé változik ott minden, szóval, hogy ott... Hát ugyanez, hogyha 12 lány van a borítón, tehát... De valami engem azt sem érdekes, hogy ez a három univerzum, ez engem, ki lehet kergetni a világból. Én hogy... bevallom, azért a Free-nek a posztere az nagyon döntő volt ahhoz, hogy elkezdjem az animé, attól függetlenül, hogy mi volt a sztoria, mert annyira az úszás nem kötött le, de hát... Megnéztem, mik a előfotók, és... Saci, hát, akkor a Free-nél mi volt, ami motivált, hogy megtekintsd? Hát nem is tudom. Borító, érted? Hasizom. De szép a grafikája, amúgy. És jó az endingje, igen. Jó az ending, igen. Opening se rossz. Volt-e esetleg olyan számotokra, hogy volt egy hobbitok, vagy egy valamiben, amiben jobban belemástátok magatokat az életben is, ahhoz kerestetek, vagy ahhoz találtatok egy animét, és akkor azért néztétek meg, mert egyébként foglalkoztok valamivel, és jaj, de érdekes, ezt megnézem, mert ez hozzá kapcsolódik. Én általában így szoktam járni, hogy van egy cikk, ahhoz keresek különböző forrásokat, és akkor látom, hogy van mondjuk egy teljesen elfelejtett 83-as anime, és akkor az ember azt megnézi, azt a másfél órás movie-t, hogy megnézni, hogy japánok azt, hogy dolgozták föl azt a animében. Azt engem egyszer motivált úgy, kerestem animét, hogy legyenek benne felnőttek. Egyszer így motiváltam magam anime nézésre, mert tényleg ez a középiskolás karakter áradat, és akkor mondom, hát csak létezik olyan anime, amiben felnőttek is vannak, úgyhogy volt amit nincs. De egyébként nagyon felüdülés, mert az utóbbi X évben azért már vannak erre hajlamok, hogy vannak felnőtt szereplős animék, nem csak középiskolások. Mondjuk az valahogy igaz, hogy mondjuk kimondottam, mit tudom, ilyen idős otthonban játszódó animét én még nem láttam, vagy én nem emlékszek rá. Lehet, hogy van, de még nem jött el. Neked, Lila, esetleg? Hát én régen röplabdáztam elég sokáig, és... Hakyu? Mi? Hakyu? Hát nem azzal kezdődött, hanem a Mila a Superstárral. Mert én akkor éppen pont röplabdáztam, amikor ez ment a tévébe. És egyébként emlékszem, hogy így, hát én mindig próbáltam ezeket a leütéseket, meg ezeket a csoda izéket, ütéseket csinálni, de hát persze, hogy nem ment. Nyilván a Haikyuu-t azért is néztem meg, mert ugye a röplabdához van egy kötődésem. Talán ez az, ami így motivált. Egyébként érdekes, mert nem kaptam újra a kedvet a röplabdához. Tehát, hogy szeretem a Haikyuu-t, de valahogy nem érzem azt, hogy visszamennék. Tehát, hogy... De motivált. Inkább semleges, tehát közömbös. Tehát, hogy úgy nem... De ezt például nem tudok motiválni arra, hogy ezt újra elkezdjem. Ezzel szemben egyébként, ha már így a sportanimék előjöttek, akkor a Prince of Tennis volt olyan, aminek hatására kipróbáltam a teniszt, és tetszett is, csak hát nem nagyon volt ki vele elmenni, egy párszor kipróbáltam. Azt picit sajnálom, hogy úgy nem mentem bele jobban, illetve a Yuri on Ice volt, amikor el kellett menni, és ki kellett próbálni a jégkorcsolyát. És egyébként tudok jégkorizni, csak nyilván ezek, amiket ezek a táncok, amiket ők csinálnak, hát ez nyilván nem megy úgy magától, úgyhogy elmentem ilyen jégkorcsolya edzésre. Hát két alkalmat éltem meg, mert utána feladtam. Tehát hogy nem voltam kitartó. Egyébként nem ment rosszul, csak sajnos én nem vagyok túl kitartó így a sportokban. De a jég feladta. Tessék? Mondhatod, hogy te kitartó voltál, csak mondom, a jég feladta. Hát igen. Igen, úgyhogy igazából... inkább ezek a sportok, amik így tudnak rám hatni. A Free egyébként az vicces, mert úszni szoktam járni, és mindig Haru jut eszembe, hogy így akármikor így úszok, hogy ja igen, Haru is hogy szereti a vizet, meg Ray szokott eszembe jutni, hogy nem megy neki a pillangóúszás, és hogy akkor ott lemerül. Én nem is tudok pillangóúszni, de egyébként mindig eszembe jutnak, tehát hogy ez így mindig megvan. Ja, amúgy a különböző úszási technikákat én is azért próbálgattam, hogy na ez hogy is, mint is, hát hogy az igen, motiváció tud lenni. Nekem az ételek is, amik úgy motiváltak, tehát hogyha valami különlegesebb ételt tettek, nyilván japán specifikusat animékben, tehát ugye a ramen, a sushi,
tehát hogy bármi ilyen, ami volt, a takoyaki, vagy tehát tényleg bármi, akkor ha tudtam, akkor itthon kipróbáltam, vagy kifejezetten, amikor Japánban voltam, akkor kifejezetten úgy kerestem és vadáztam ezeket a fajta ételeket, hogy kipróbálhassam ott autentikusba, hogy úristen, és akkor ezt na nem tudom, kicsoda ette, és akkor most olyan, mint ha benne lennék az animében, és ilyenek nagyon nagy motivációk voltak Japánban, meg amúgy helyszínek is, hogy amit ugye több anime is van, főleg ugye a Slice of Life-ok, amik ugye a való életből szedték a helyszíneket, tehát például a Kimi no Nawa is ugye nagyon sok helyszínnel bír, akár már Tokióban is, tehát ott is azért mentem el bizonyos helyekre. Úgyhogy hát meg ugye maga Japánba utazás is szerintem az mindenkinek, vagy hát nagy többségében az embereknek ugye az animékből ered, hogy megnézze, hogy honnan is jött, meg ugye ez maga az a szubkultúra, ott azért erősebb. Bár ne úgy képzeljük el Japánt, hogy mindenki kis cosplaybe és maidcafés ruhába sétálgat az utcán, tehát hogy nagyon steril úgymond szerintem, egy kicsit nagyon olyan azok a bizniszmenes ugye az egész, de szerintem sok embert megmotiváltak így az animék erre, vagy a nyelvtanulásra, arra engem is nagyban motivál, még nem jutottam el odáig, de nagyon ott van a topba, hogy elkezdjek japánul tanulni, és ezt is az animék kapcsán értem el, majd tetszik, ahogy beszélnek, amiket, ahogy... Így a ételekről jutott eszembe, hogy nekem még a dagasi kasi volt olyan, hogy amik ott voltak nasik, na hát én abból rendelgettem be párat, hogy megkóstoljam például azt a fütyülős cukrot. Az nekem még mindig van. Japánból hoztam, félre raktam, ott nézegettem. Hoztam egyet, amit megeszek, és egyet, amit elraktam emlékbe. Ugye ez a umaibo volt, ez a hármas cukor, amiből az egyik savanyú, csak nem tudhattad, hogy melyik. Tehát ezeket mindet, ugye így, amiket be tudtam így szerezni, úgymond rendelés útján, azokat így megrendeltem. Illetve ez ilyen nasik, tehát azok voltak még, amik a... Ez a Baumkuchen, ugye, amit szoktak enni, melompán, azt is tudtam rendelni, azt is megkóstoltam. Ja, dagashi kashi az egyébként egy ilyen édességgyáros anime lényegében, tehát hogy ott minden nagyon híres japán édességet felsorakoztatnak, hogyha így érdekel titeket, ott azért elég sok mindent meg lehet tudni a japán édességiparról és a különböző különlegességeikről. Van itt valaki, aki ki szeretne menni Japánba, csak ez is már fölmerült, hogy japán utazás. Csak ez az oldal szeretne kimenni, arra senki. Ja, most már ott is vannak emberek. Nagyszerű, jó? És ki az, aki... Ja, mert a többiek már voltak, azért nem rakták jó. Fel a kezük. Jó, oké. Jó, és látom, itt vannak, akik büszkélkednek, ahogy ők már voltak kint Japánba, de hát ez... Egyék meg. A dolgot. Igen, én is, mivel, hogy az egyetemen ott nem lehetett japán tanulni, de ki volt kínai, ingyen kínai nyelv tanfolyam, én kínaira jártam. Szóval, hát hogyha, igen. Nekünk volt a főiskolán japán tanítás, volt rá lehetőség. Én tanultam is egy fél évig körülbelül, de én nekem ez nagyon nehéz, úgyhogy én azt is így feladtam. Nem volt, mondd, Lila, nem volt olyan hobbid, hogy esetleg föl tudtad volna használni a japán nyelvet? De hát annyi erőfeszítés meg tanulás kellett volna hozzá, hogy nekem az nem érte meg. Jó. Nye. Azt mondják amúgy, a japán nyelvet az elején nehéz, és utána könnyebb. Tehát, hogy nem az a először könnyű, és utána nehezedik, hanem az elején jó belekönyököl a gyomrodba, és utána lapul egy kicsit. Van esetleg olyan, amit a jövőben ki szeretnétek próbálni, hogy már láttátok, oké, tankvezetés, de hogy van olyan, amit úgy el tudtok képzelni, hogy esetleg már projekt szintjén már gondolkodtatok benne, vagy mert úgy érzitek, hogy ha mondjuk jönne belőle egy jó anime, akkor meg is lenne már a ok, hogy elkezdeni. Nekem most így nem nagyon jut eszembe semmi, így a sportok terén szerintem, hát ott már kb. Nagyon sok animét láttam, és más sport nem nagyon vonz már, amit ki szeretnék így próbálni. Hát nem tudod, mert jön egy új sorozat, nem tudom a súlyemelésről, és de, akkor... De, hogy ne. Hát a vonzsálód súlyemelővé. Nem tudom, esetleg olyanra tudok még gondolni, hogy valami játék, mint például a Go, vagy ezek a Karuta,
hogyha valami ahhoz hasonló jönne és megtetszik, akkor lehet, hogy ezt kipróbálnám. Csillagászatról szóló anime, és akkor... Az mondjuk azt, jó hangzik. Asztrofizikára belevetni magát igen. Az ember. De mondjuk nem tudom, mert nem tudom, mondjuk űrutazó, az, ahhoz nem kaptam kedvet, mert ugye a Ucsókjúdáj után nem lett hozzá kedvem, hogy én űrutazó legyek, is lennék rá alkalmas. Nem tudom, mondom, ez a tankvezetés, amit szeretnék kipróbálni. Na, nekem a kaligráfia esetleg... Ugye japán ecset használat, ecsetkezelés, ott elég széles a paletta. Most volt a Japán Alapítvány online filmfesztiválján is egy ilyen film, ami erről az egyik ilyen módról szól. Az is nagyon megmotivált, úgyhogy egy ilyen animét amúgy el tudnék nézni szerintem. Még nem tudom, a hentájok is nagyon motiválóak. Kipróbáljuk élőbe, tudom. Még ami eszembe jutott, hogy a virágkötészet egyébként, hogy az, ami még így, nem nagyon rémlik. Ikebana? Igen. Hogy ha esetleg arról lenne egy olyan anime, ami annyira jó, lehet, hogy kedvet kapnék, hogy kipróbáljam. Hát, vagy még az origami, tehát hogy így komolyabb szinten az origami. A Read or Die. Hát ez elég komolyabb szinten. Hát, de ami arról szól, csak arról, hogy origami, és akkor hogy meg mi. Jó, hát itt mi folyamatosan ötletelünk, hogy milyen animéket várunk el Tokióból, de hát majd reméljük, hogy a Madhouse meg a Studio Ghibli meghallja a hangokat, és mi az, aki rendez egy, nem tudom, egy papírhajtogatós srácról egy csodálatos filmet, ami teljesen értelmetlen lesz, de adnak neki rögtön ezért 2 Oscart. És az lesz az utolsó filmje. Így, mi az, akinek 20 év az utolsó filmje jön ki. Szóval... És így lezáróan beszélgettünk arról, hogy ki mit csinál, hogy mi mindent teszünk azért, hogy a hobbinkat teljesebbé tegyék, és hogy mi motivál benneteket az, hogy azt folytassátok, hogy a közönség, akinek kész saját örömötöknek, vagy esetleg egy kisebb csoportnak szeretek, vagy csak önszórakoztatás van? Hát ugye ami tevékenység, amit végzek, az ugye még mindig a gyűjtés, tehát figuragyűjtés, merchandise gyűjtés. Itt nyilván az motivál, hogyha látok egy animét, amit beleszeretek, akkor abból veszek valamit. Tehát hogy ugye a folyamatos anime nézéssel, ahogy ismerem meg az új címeket, ez az, ami így úgymond motivációnak tudnám mondani, hogy ez így, amíg lesz olyan, ami tetszik, biztos lesz mit venni. Aztán majd meglátjuk. Engem amúgy nagyban befolyásol Tokti, a közönség, a szubkultúra résztvevői, akik itt vannak és szeretik, és ebben benne vannak. Ez egy annyira egyedi és különleges, és szerintem tényleg egy nagyon fantasztikus közösség. Ennek a animés japán, koreai, minden, tehát amik itt vagyunk és akik vagyunk, annyira egy egyedi, egy különleges közösség, hogy ez engem már önmagában motivál arra, hogy még mindig ott van a fejemben, hogy folytassam, hogy még mindig ott van, hogy nem akarok anime nélkül lenni, hogy nézni szeretnék, hogy beszélni veletek róla, hogy Japánnal foglalkozni, tehát hogy annyira beleivódott így a bőröm alá, úgymond, és ez tényleg ennek a közösségnek is nagyban köszönhető, hogy ti is motiváltok arra, hogy ez így ne vesszen ki az életemből, akármilyen életszakaszban is van az ember. Igen, és még az jutott eszembe, mint motiváció, vagy hogy igazából a barátaimat is így ismertem meg. Tehát, hogy közösségépítés az ugye megvan, tehát ismerkedés, új embereket ismersz meg, újakkal találkozol, és ez tök jó, hogy van egy közös pont, amit szerettek. Tehát, hogy tényleg, amit te is mondtál, ez, hogy ez egy olyan közösség, amiért megéri. Nagyszerű, köszönöm szépen, hogy ezt mindezt elmondtátok, hogy miért. Ez egy gyönyörű közönség. Igen, rátok nézzetek, és rögtön érzem azt, hogy a következő Duma partit is szeretném vezetni, ezt a sok lelkes arcot látni, akik mobiloznak, meg teljesen más mindent csinálnak. Szóval ez minden nap a motivációs tényező számomra, amikor följövök a színpadra, abszolút. Igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. És köszönjük. Arra kérlek benneteket, hogy nézzetek sok animét, igen, sok animét kell nézni,
és várunk benneteket a következő Fantasy Expo-ra, a következő Duma Party-ra, ami biztos nagyon jó lesz. Gyertek, köszi, hogy itt voltatok. Köszönjük.